átok alatt vagyunk. Az egész falu. Mivel, hogy az egész temetőre épült. Hallod a harangszót? Itt mindenütt magyarok fekszenek. Aztán a báró úr elvárja magától, hogy hajtson és ne aludjon. Hallja? Fábián Bálint! Értette vagy nem értette? Igenis értette. Akkor gyerünk! Ezek Lenin gyerekek ám. Úgy hajtson velük, hogy a bélük is kilógjon. Gyerünk! Ismertem őket gyerekkoruk óta. Ha ők ezt érdemlik, akkor én mit vajon? Nekem olyan embereket kellett megölnöm a háborúban, akiket sose ismertem. Se nekem, se a családomnak nem ártottak. Mikor nekem adta az őrmester, azt mondta, nincs akadály előtte. Még a csontot is átfúrja, azt mondta. Mostanában gyakran jut eszembe az a talját. A vére melegét ma is sokszor ott érzem az ujjaim között. A halálba az én arcomat vitte magával. Az én arcom volt az utolsó, amit életében látott. Nem a gyerekeié, nem a feleségé. Az enyém. Mi az apád, Fábián fia? Alázatosan gazdálkodó. De nem mindig volt az. 19-ben alázatosan őméltóságú ugibárúraság parádés kocsisa volt. Nagy baj van, Fábián. Meghalt az apád fia. Fölakasztotta magát a harangkötélre. 5 nap eltávozást kapsz. 5 nap múlva kihallgatáson jelentett, hogy tisztességgel eltemetted az apádat. Értettem? Igenis értettem alázatosan.